Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. A mai adás vendége hosszú éveken át szolgálta önkormányzati képviselőként Rákos Keresztúrt. A június 9-i választásokon azonban úgy döntött, hogy nem indul jelöltként, így október 1-ével lejár a mandátuma. Hogy mennyi mindent tett az elmúlt évtizedek során a kerület részért, ezekről fogok többek között beszélgetni vele. Üdvözlöm a stúdióban dr. Fenke Ferencet, Rákos Keresztúr önkormányzati képviselőjét. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, üdvözlöm Önöket, Önt és a kedves nézőket egyaránt. És én arra gondoltam, hogy elsőként kezdjük a számok nyelvével, a matematikával. Összességében ez hány ciklust jelentett képviselőként, tehát hány évet összességében, és mennyire volt nehéz meghozni ezt a bizonyos döntést? 2002-ben jutottam be először az önkormányzati testületbe. Ez azt jelenti, hogy 22 év van mögöttem. Első ciklusomban 2002-től 2006-ig a Magyar Igazság és Életpártja képviselőjeként listáról kerültem be. Később 2006-tól 2010-ig Rákos Csaba képviselőjeként dolgoztam. 2010-től napjainkig pedig Rákos Keresztúr központ 4-es választói körzet. Ez 11 darab 10 emeletes és 34 darab 4 emeletes 6600 választópolgárral, úgyhogy meglehetősen izgalmas és változatos volt a munkám. Valóban is tudom, hogy nagyon megfontolt ember. Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, vagy mennyit gondolkozott ezen, hogy végül úgy döntsön, hogy nem folytatja tovább képviselőként? Hát már önmagában az életkoromból adódóan kötelességem átengedni a helyet a fiataloknak, és ebből fakadóan nem volt különösebben nagy vívódás részemről ez a döntés. Kézenfekvő volt, és nyugodt vagyok, mert jó kezekbe adom át a körzetet. Valóban, akkor mondjuk is ki, hogy kinek pontosan, Lambert Krisztinának, mert mindenképpen ki kell emelnünk, hogy teljes volt a Fidesz-KDNP sikere itt a kerületben július 9-én, mind polgármesteri, mind pedig képviselői szinten, tehát mind a 14 körzetben, ez nagyon hálás dolog mondhatjuk, és mit tudna elmondani az utódjáról, mennyi lesz jó kezedben a kerületrész? Rendkívül örülök, hogy Lambert Krisztina az utódom, hisz sajátos módon gimnazista kora óta ismerem őt, és egy kiváló embernek tartom. Egy agilis, talpra esett, rendkívül humánus és körültekintő és széles látókörű ember, akinek átadom a helyemet. Ahogy mondta, egy hosszú, izgalmas, változatos út áll Ön mögött. Kiknek szeretne köszönetet mondani? Elsősorban azoknak, akiket szolgáltam 22 éven keresztül, Rákos Mente népének, lakosságának. Szorosabban véve az utolsó ciklusaim segítő szereplőinek, Rákos Keresztúr lakosságának, akiktől rengeteg segítséget kaptam a képviselői munkám során. Kérdések, tettek és gondolatok formájában. Mielőtt akkor belemennék a konkrétumokba, konkrét a fejlesztésébe 22 év alatt, mennyire volt büszke ezekre a megvalósult munkálatokra? Bár mindig szokták volt mondani, hogy sose legyen teljesen az ember elégedett, mert mindig a munka igazolja tulajdonképpen azt, amit tett, de mennyire volt mégis elégedett ezekkel, hogy ahogy a központ fejlődött? Elégedett sose voltam, hogy egészen őszinte legyek. Voltak olyan projektek, amelyeket nem tudtunk megvalósítani, nem csak a saját hibánkból, hanem globális okokból kifolyólag, de azzal, amit elértem, és itt lehetne sorolni 3/4 órán keresztül körülbelül, hogy Rákos Csabán és a városközpontban mi mindent tudtam elérni a képviselőségem alatt. Hozzátartozik a történethez, amit az előbb elfelejtettem mondani, hogy a kereszténydemokraták képviseletében abszolváltam az utolsó ciklusaimat. Amint a Magyar Igazság és Életpártja megszűnt, elfogadtam a kereszténydemokraták felkérését, és az ő színeikben politizáltam a Fidesszel karöltve.
Nézzük akkor ezeket a bizonyos konkrétumokat, amik ugye megvalósultak, és nagyon fontos valóban elmondani kettő dolgot. Egyrészt, hogy mi most elsősorban Rákoskeresztúra fogunk koncentrálni, illetve, hogy ön is talán már utalt rá, itt nem fogunk tudni mindent felsorolni, annyi minden történt, tehát próbáljuk a fontosabbakat, talán a kardinálisabbakat kiemelni, nem elvéve a reflektort a többiről, és az ön CV-hez talán legközelebb állóval szeretném kezdeni, a szakrendelővel. Talán a mérleg nyelvét kettős, mert egyrészt nagyon sok minden megvalósult, viszont nagyon sok minden hátra van még, és tudom, hogy a munkálatok gyakorlatilag már rajtra készen voltak, csak jött ez a bizonyos háború, ugye? Igen, a történethez hozzátartozik, hogy az önkormányzat nem tulajdonosa a szakrendelőnek, ezért némi akadályokba ütköztünk akkor, amikor fejleszteni akartunk. Ettől függetlenül, még Ríz Levente polgármestersége idején, Isten nyugosztalja, a szakrendelőbe 163 millió forintot investáltunk, önkormányzati pénzt, homlokzat szigetelésre és nyilászáró felújításra, ezzel rendkívüli módon javítottuk az energia hatékonyságát a szakrendelői fűtési rendszernek, és a benne dolgozók és a páciensek komfortérzését. Az, hogy később megint csak 100 millió forintért megterveztettük a szakrendelő komplett felújítását. Ebben a periódusban voltam a szakrendelő vezetője. Számos, vagy mondhatnám számtalan alkalommal találkoztam államtitkárokkal, miniszterekkel, építészekkel, informatikusokkal, kórházigazgatókkal. Már készen volt a komplett felújítási terv. Nem adtunk még át építési területet, és gyakorlatilag ezen bukott meg a dolog, mert amint 2022 májusában átadtuk volna az építési területet, 2022 februárjában kitört a háború, és a kormány minden olyan nagy volumenű projektet leállítatott, ahol még építési terület átadása nem történt meg. Mostantól már más helyzet lesz, akkor is, hogyha a háború véget ér, mert egy teljes új költségvetés mentén kell a már meglévő terveket újra gondolni. Úgyhogy meglehetősen nehéz lesz a feladat, de le nem tettünk róla, attól függetlenül, hogy én már ennek a dolognak nem leszek részese. Valóban is nagyon bizakodjunk benne, sokak nevében, hogy meg fog valósulni ez a bizonyos munkálat majd, és lényegében maradjunk a szakrendelő környezetébe, vagy annak környékén. Még néhai polgármester Ríz Leventével volt lehetőségük átadni ugye a Ferihegyi út 97-103 előtti teret, ami tulajdonképpen egy komplet rehabilitáción ment. Tehát hogyan és milyen módon valósult meg ez a felújítás? Hihetetlen rossz állapotban volt ez a tér. Balesetveszélyes, csúnya, töredezett aszfalt, lógó, burkolati elemek, hihetetlen erővel spóroltam meg az önkormányzati egyéni képviselői keretemből azt az összeget, amivel hozzá tudtam járulni ennek a térnek a teljes rehabilitációjához. Természetesen önkormányzati saját büdzsé és az én egyéni képviselői keretem közösen tudták megvalósítani ezt a nagyon jó munkát. Nagyon szép lett, nagyon jó lett, nagyon hasznos lett, és megszűnt az a borzalmas látvány és ez a balesetveszélyes helyzet, ami hosszú éveken keresztül keserítette meg a lelkemet, mint képviselőjét. Úgyhogy most ez már hál' Istennek rendben van, mint ahogy a labort szobor környékét is sikerült nagyon szépen rendbe tenni. Szívesen sétálok arra. Valóban, és a másik nagyon fontos és örök kardinális kérdés a parkolás és annak kérdésének a megoldása, és hogyha a szakrendelővel szemközti oldalt nézzük, ezt is ugye sikerült megoldani a Ferihegyi út 76 és 80 közötti résznél. Milyen módon? Olyan módon, hogy elkértük a területet a fővárostól. A főváros ugyanis nem volt hajlandó ebbe a projektbe se pénzt investálni, mint ahogy a tanúszoda előtti parkoló is parlagon hever. Azt is vagy háromszor újítottuk fel saját pénzből, úgyhogy a fővárosi a terület.
Az imént említett parkolót, a tömbházak közötti parkolót elkértük a fővárostól, és ekkor már tulajdonosként meg tudtuk valósítani ezt a szintén nagy volumenű munkát, és egy szintén katasztrofális állapotban lévő területet sikerült teljesen európai szintűre feljavítani. Ugye mondta, hogy a körzetének túlnyomó, sőt gyakorlatilag teljes egészét lakóházak, társasházak alkotják, és mennyire volt fontos, persze nyilván az volt, tudom, hogy ezeknek a előkertjét, környezetét folyamatosan szépítsék? El kell mondanom, hogy az itteni lakosok rendkívül agilisak és rendkívül gondosak a saját környezetük tekintetében. Érdemes végig sétálni a kaszálón, és megnézni azt a fantasztikus munkát, amit étnappal át téve az előkertjeik javításával, előkertjeik felújításával, ápolásával, nyilván részben önkormányzati, részben saját egyéni képviselői keretből támogatva tudnak csinálni. Egészen elképesztően gyönyörű, számos alkalommal megörökítettem, és honlapomra is elhelyeztem ezeket a fotókat. Figyelmükbe ajánlom. Mielőtt folytatjuk a fejlesztések sorát, csak egy fontos dologra kíváncsi lennék, mert hogy ugye rendszerint mozog és dolgozik is ugye az emberek között, és ez mindig is fontos volt önnek, hogy így fogalmazzak, elérhető legyen az emberek számára? Tehát bárhol, bármikor, bármilyen formában megszólíthatják, akár az utcán is, mint képviselő? Hát az igazság, hogy számomra egy vásárlás a piacon nem 8-9 perc, hanem közel 3-4 óra, mert bizony gyakorta megállítanak és elbeszélgetünk dolgokról. Hát ez most már egyre kevesebb alkalommal fordul elő, mert most már mindenki tudja, hogy feladtam ezt a képviselői pozíciómat, viszont az nem azt jelenti, hogy nem próbálok segíteni az utódomnak, vagy polgármester úrnak, akkor, amikor lehetőségem van rá. Ha már a piacot szóba hozta, akkor itt maradjunk szintén ennek a környékén, megint csak földrajzi értelemben egy kicsit arrébb megyünk, méghozzá Főtérre, gyakorlatilag rákosmente kis égkövére, mert ott sokan emlékeznek még szerintem arra bizonyos buszpályaudvar, ami ott égtelenkedett, hát ahhoz képest, ami most van, szerintem ez ég és föld, erre mennyire büszke? Nagyon. Óriási harcomba telt annak idején a szocialista szabaddemokrata önkormányzattal, akkor ellenzéki képviselőként harcolni a buszpályaudvar megszüntetéséért. Számos európai statisztikát hoztam annak idején ehhez a harchoz érvként, indokként. Például a manchesteri meg a helsinki buszpályaudvarok környékén előforduló, statisztikailag drámai gyermekrák megbetegedések ről szóló tanulmányokat. Többek között ezzel bombáztam az akkori önkormányzati vezetést, aztán mikor 2006-ban sikerült Fidesz-KDNP számára megnyerni a választásokat, onnantól datálódik a rendkívül sikeres főtéri rehabilitáció, mert az egyik nagy vívmányom, hogy ott megszűnt a buszpályaudvar. Valóban helyszín pedig azóta igazi közösségi térré vált a kerület részben és a központban. Ezek voltak tehát a legfontosabb fejlesztések, amiket felidészünk, de azért mégiscsak megkérdezem, hogy van-e még valami, amit még szeretne esetleg kiegészítésképpen ezekhez hozzátenni? Hát hosszú időn keresztül tudnék a történeteimről beszélni, de az mindenképpen fontos, hogy a kapcsolatot a kerülettel nem fogom elveszíteni, akár mint nyugdíj előtt álló szakorvos, akár mint esetleg önkormányzati tanácsadó. Amíg vagyok, amíg létezek, addig lehet hozzám fordulni. Valóban én is ezzel a hogyan tovább kérdéssel akartam zárni a beszélgetésüket, de azért itt zárásként nyugtassunk meg mindenkit a piacon azért, mert találkozhatnak majd még önnel. Természetesen vannak családi bevásárlási feladataim elég gyakran, úgyhogy ott leszek.
Nagyon köszönjük tényleg sokak nevében, hogy ennyi mindent tett a kerület részért, és én azért további nagyon szép éveket, illetve nagyon jó munkát is kívánok Önnek. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, meg azt, hogy itt lehettem Önökkel, és Önöknek is jó munkát kívánok. Köszönjük szépen még egyszer. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!